Sokan voltak a gyógyszertárakban, több helyre került Nyuszi húsvétkor, élete a kosárlabda, fertőtlenítettek Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 7-én 18 óra 5 perckor. Elkerülhetetlen, hogy húsvétkor ne együk magunkat degeszre, de egy kis odafigyeléssel még jól is végződhet. De mivel már a húsvét elmúlt, azért érdemes odafigyelni a táplálkozásra. A gyógyszerész mutatja azokat a készítményeket, amelyek a savlekötésre vagy puffadásra vesznek Karcagon. Mennyien voltak többen a gyógyszertárban, mint egy átlagos húsvétkor, ezt kérdeztük Szalai Lászlóné gyógyszerésztől. Mindenképpen többen vannak, mint egy ügyeleti napon. Valószínűleg gyomorrontás is belejátszhat ebbe a fokozott igénybevételbe. Sajnos ilyenkor az ünnepkor egy kicsit túlterhelik a gyomrukat, nem a mindennapos, szolidabb étkezés folytatják az emberek. Nagyon kell vigyázni, mert heveny gyomorrontás elég súlyos tüneteket okozhat, hányás hasmenés, fájdalom, gyengeség. Ilyenkor pótolni kell az elvesztett folyadékot és a ionokat is. A megszokott gyógyszereik mellett ilyenkor szoktak vinni emésztőenzimeket tartalmazó gyógyszert, vagy savlekötőt is. Hát megbeszéljük mindig az adott problémát. Ha valaki ilyen tüneteket észlel, amit a gyógyszerész mond, nem elsősorban a gyomorrontás jele, érdemes másra is gondolni. Gondolni kell, amennyiben nem fogyasztott, túlzott, zsíros vagy nagyobb mennyiségű ételt, gondolni kell a COVID fertőzésre is, hiszen a fertőzés tüneteinek egyike lehet a fájdalom, hányinger és a gyengeség is. Mindenképpen egy citromos limonádé nagyon jót tehet, vagy egy nagyon szolíd szódabikarbónás vizet is sokan arra esküsznek. De a házi patikájukban van olyan gyógyszer, hiszen az ember életében nem csak egyszer fordul elő ilyen túlzott étkezés. Lehetőleg lefekvés előtt ne együnk sokat. Azt ajánlom, hogy ne nagyon térjünk el a megszokott ételtől. Sovány sonka, tojás, és mindenképpen frissen főzött ételt fogyasszunk. Hát egy 4 napos hétvégén nem szabad 4 napos ételt fogyasztani. Ilyenkor sok gyerek kap ajándékba élő kisnyulat, csak hogy az ünnepek után is gondozni kell, ráadásul közben meg is nő. Így történt ez a mi családunkban is. A felelős állattartásra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Enni adunk neki, takarítjuk a ketlecét. Ilyenkor sok gyerek kap ajándékba élő kisnyulat, csak hogy az ünnepek után is gondozni kell, ráadásul közben meg is nő. Ezért amikor a tartásuk teherré válik, van, aki egyszerűen utcára teszi a megunnyulat, csak hogy ez bűncselekmény, mert az a legtöbb esetben elpusztul. Szakemberek ezért azt javasolják, inkább fogadjanak örökbe jelképesen állatkerti nyulat a családok. Körülbelül 2 évvel ezelőtt az egyik családtagunktól kapott a kislányunk egy fiú és egy lánynyuszit, mondja televíziónknak munkatársunk Brehó Mónika. Körülbelül 2 évvel ezelőtt az egyik családtagunktól kapott a kislányunk egy fiú és egy lánynyuszit, ugyanígy a húsvét ünnepkör közeledett, és nagyon örült neki, nyilván az is emelte akkoriban az ünnepnek a fényét. Ahogyan elmúlt a húsvét, természetesen a nyulak velünk maradtak, teltek múltak a hetek, a hónapok, és ahogyan említettem, ez egy fiú és egy lányul volt, tehát nyilván lettek kisnyuszik az idő elmúltával, és mára már 2 év múltán olyan nagyra nőtt az állomány, hogy olyan 25-30 nyul boldog tulajdonosai vagyunk. Ezek egyébként teljesen rendhagyó módon normális házi nyulak. Annyi, hogy az idő teltével izlandi vöröset is szerzett be a párom, ő, aki
gyermekkorában nyulászott, tehát a nyulak gondozásában az oroszlán részt, az oroszlán szerepet ő vállalja, hiszen azért van velük feladat, meg olyan dolgokra is oda kell figyelni, hogyha például közeledik a nyár, milyen oltást kell kapni a nyuszinak, ugye itt nyilván arra gondolok, hogy ahogyan a szúnyogok ideje eljön, mennyire károsak a nyulakra, viszont vannak olyan oltások, amelyekkel kiváltható ez, és természetesen ez is szerepe a gondozásuknak. A kislányunk nagyon örül neki, hogy a családunk része, mi őket megtartásra szánjuk, tehát sohasem volt az a cél, hogy esetleg levágjuk őket, hanem ténylegesen a család részei. Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog ez, mert a gyerekeknek, akinek van bármiféle házi állata, legyen nyúlról, kutyáról, macskáról szó, egyfajta feladat, tudatot, feladattartást, kötelesség tudatot ad nekik, és ezáltal csomó olyan dolgot el tudnak sajátítani, amit hogyha nincs házi állat, akkor nem. Tudunk a forgács alá még szalmát rakni, ami akkor segít, amikor ugye tisztítjuk a nyulaknak a kis ketrecüket. Ahogyan nőtt a nyúl állomány száma, úgy a szűkebb, tágabb családi és baráti környezetünkben is szoktunk természetesen szigorúan továbbtartásra elajándékozni nyulakat. Aki szeretné, eljöhet hozzánk, a kislányával, kisfiával megnézheti, kiválaszthatja magának. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy mindenképpen továbbtartásra vigyék el tőlünk a nyulakat, és olyan hasznos kompetenciákat sajátítsanak el a gyerekek, amelyeket az előbb már említettem. Olyan, mint egy kis babában iszik. Mi tényleg fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak húsvétkor legyen a nyúl a család része, hanem a húsvét elmúltával is gondozzák, odafigyeljenek ezekre az állatokra, és tényleg továbbtartás céljából szereznék be ilyenkor az ünnep előtt. Úgy gondoljuk, hogy a tápon kívül mindenféle konyhai zöldséggyümölcs maradékok, hogy így mondjuk almahéja, zöldséghéjakat lehet nekik adni, hiszen ettől csak egészségesebbek lesznek, illetőleg nyár elején a szúnyog elleni védelmet adó oltásokkal is lehet őket, az ő egészségüket támogatni, illetőleg, hogy a ketrecük mindig tiszta legyen szénával, szalmával ki lehet bélelni. Az alatt a másfél évtized alatt, amíg a húsvét utáni befogadás működött, az állattartás felelősségével kapcsolatos felvilágosító munka odáig jutott, hogy egyre kevesebben kerültek önhibájukon kívül olyan helyzetbe, hogy egy idő után nem tudtak a húsvétkor beszerzett nyúlról gondoskodni. Márki Flórával, a György István Katolikus Általános Iskola diákjával arról beszélgettünk, mit is jelent számára a kosárlabda. Elsős kora óta kosarazik, annyira megtetszett neki, hogy más nem is próbált ki. Az U12-es csapatával országos hatodik hely a legjobb eredményük. Én már kiskorom óta sportolok, és nagyon megszerettem, mert nagyon sokat kaptam a sportágtól. De nem kosárral kezdték, amikor még alsós voltál, mit sportoltál? Én elsős koromban kosárlabdázni kezdtem, és azóta azt tűzöm. Hát akkor más nem is próbáltál? Nem. Milyen eredményeid vannak? Országos dobdakosárba bajnokságon 6. helyezettek lettünk. A sportnak köszönhetően magabiztos lett, és a jó időbeosztást is megtanulta. Kedvence a matematika és a testnevelés. Nekem a kosár nagyon sokat adott, magabiztos lettem, és be tudom osztani az időmet. Azt gondolom, ez fontos, hogy ne kelljen nagyon sokat tanulni. A tanulás? A kedvenc tantárgyam a matematika és a testnevelés. Fél évkor kitűnő lettem, és szeretnék évvégén is kitűnő lenni. Fél évkor kitűnő lett, az a célja az évvégén is. Tanulmányi versenyeken, egyéni versenyeken szoktam indulni. Pénteken lesz a matematikából egy területi döntő. Mire számítasz? Milyen feladatot vársz? Hát én remélem, hogy bejutok az országos döntőbe, mert nagyon sokat dolgoztam ezzel a versennyel. És a szöveges feladatokat szereted jobban, vagy a logikai, tehát mesélj egy picit a matematikához való viszonyoddal. Én a szöveges feladatokat nagyon szeretem, bár van, amit nem nagyon értek. Akkor még van egy-két napot, hogy erre is rákészüljél, de mondjuk hogy állsz az olvasással? Kedden lesz egy olvasóverseny, és arra is menni fogok.
És te is a kézbefogós könyves vagy, vagy inkább interneten olvasol? Én interneten nem nagyon szoktam olvasni, inkább könyvből. És miért szereted kézbefogni a könyvet? Nekem van egy olyan hangulata, amikor olvasok, és amikor internetről olvasok, akkor kicsit másabb. Most matek tanulmányi versenyen is indult, reméli az országos döntőbe jut, mert sokat tanult rá. A városi olvasóversenyen is részt vett. Szeret olvasni, kedvenc írója? Nincs. Hobbija a kosarazás és az olvasás, de otthon édesanyjának is segít a főzésben. Kedvence a makaróni. Nekem a hobbim a kosárlabdázás, emellett szoktam olvasni. És mondjuk otthon anyának segítesz valamit? Takarításban szoktam segíteni, és néha főzésben is. Na, mit főztél már? Hát vacsorára szoktunk főzni. És mondjuk, hogy ha anya azt mondaná, hogy most egy kis bundás kenyeret csináljál vacsorára, az már menne? Hát kis segítséggel, igen. Egyébként mi a kedvenced? A kedvencem a makaróni. A lombkorona sétányt, a futópályát és a köztéri parkokat fertőtlenítették a városgondnokság szakemberei. Természetes, hogy a hosszú bezártság után a jó időben mindenki a szabadba vágyik kicsit mozogni, levegőn lenni. Mivel egyre többen jönnek a lombkorona sétányra és az erdei tornapályára sétálni, futni, mozogni, gyermekekkel kicsit játszani, kikapcsolódni, emiatt döntött úgy az önkormányzat, hogy a forgalmas közterületeket itt és a városban, azokat a közparkokat, amelyeket egyre többen használnak, le kell fertőtleníteni még a hosszú hétvége előtt, mondta a helyszínen Szepesi Tibor polgármester. Folyamatos a mozgás a lombkorona sétányon, hiszen itt a jó idő, hosszú hétvége közeledik húsvétkor, és hát természetes, hogy a hosszú bezártság után a jó időben mindenki a szabadba vágyik, egy picit mozogni, egy kicsit a levegőn lenni. Azt vettük észre, hogy egyre többen jönnek ide a lombkorona sétányra is, az erdei tornapályára, sétálni, futni, mozogni, együtt lenni a családtagokkal, gyermekekkel egy picit játszani, kikapcsolódni. Emiatt azt gondolta az önkormányzat, hogy ezeket a nagyon forgalmas közterületeket, mint ami mögöttem is van, a lombkorona sétány, de benne a városban is azokat a közparkokat, amelyet egyre többen használnak, mindenképpen fertőtleníteni kell még a hosszú hétvége előtt. Így az itt található padokat, játszóeszközöket, kültéri utcabútorokat végig fertőtlenítjük Karcag egész területén, a jövő héttől pedig azokat a játszótereket, amelyek jelenleg lezárva vannak a városi területeken belül, kezdjük fertőtleníteni, és ahogy az időjárás, illetve a vírus helyzet is engedi, természetesen felszabadítjuk, felnyitjuk a játszótereket a fertőtlenítés után. Molnár Pár, a városgondnokság vezetője is megerősítette, a permetezés célja a prevenció, hogy az ide látogatók nagyobb biztonságban legyenek a különböző vírusfertőzésekkel szemben. A fertőtlenítés az természetesen csak szabad forgalmú vegyszerrel lehet permetezni, mivel ugye itt nagyon sok ember megfordul, ez teljesen ártalmatlan a melegvérűekre, egy megelőző, egy preventív hatása van a víruskórokozókkal szemben. A hatása több napos lehet, nyilván ez függ a időjárási körülmények közül is, viszont az egyértelmű, hogy a melegvérőkre nem ártalmas. A vegyszert az a városgondosság tulajdonában lévő háti permetezőkkel, robbanótoros permetezőkkel, nagyon jó porlasztási minőséggel rendelkeznek ezek a gépek, egyenletes felszínt biztosítva. Célunk természetesen a prevenció, hogy a ide látogatók nagyobb biztonságban legyenek a különböző vírusfertőzésekkel szemben. Deák Istvánék Nádudvarról érkeztek három gyermekkel a lombkorona sétányra. Örülnek neki, hogy azt most lefertőtlenítették, mert így biztonságosabb a gyerekeknek a játszás. Ez szerintem jó dolog, legalább figyelnek arra, hogy biztonságosabb legyen a környék, meg a gyerekeknek a, úgyis megfognak mindent, mindenhez hozzájönnek, hozzányúlnak, ugye, és ez ugye elkerülhetetlen, hogy amihez hozzájönnek, az legalább le van tisztítva, fertőtlenítve. Jó dolog, hogy figyelnek arra, hogy a játékok, a sétány területe is biztonságosabb legyen, és amihez a gyerekek hozzáérnek, a csúszdák, a játékok le vannak fertőtlenítve. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék! Vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!